én apukám, azt mondtam, hogy világosított fel engem, hát ez Jaj, hihetetlen nem, volt. nem, nem, de apukádról már hallottam sztorikat, szóval ezt hallani akarom. Ja, így megmutatta kezét a két pohár pálinka után, és mondja, jaj, hogy tehát egy fiúnak, csak ezt most hogy mondjam, mert ezt ugye mutatom neked, te látod, de hogy igen, tehát Anna fönn tartja a kezét, látom az öt ujját, igen. Az mint öt egy ujját, ilyen, mint egy és akkor stop-tábla, mutatja igen. A kicsi új, ez melyik új? Gyűrűs. Ja, igaz, ez a gyűrűs új. Akkor a fuck you súly, ahogy mondja Zsolna. Igen, igen. Mert ezt mindenki érti. Eltört az ujja, és meg kellett röngened, és azt mondja, anya, pont a fákjú súlya. Akkor mellette ugye a mutatói, és mondja apum, hogy ezt a négy ujjon végigvitt a kezét, ezt megengedheted egy fiúnak, látod? Itt van egy nagy távolság, itt van a hüvelykujjad, na ez már nem, jó? Most ennyi volt az én felvilágosításom. Tehát ő mai napig is meg van győződve, hogy ő úgy felvilágosított engem. És ez szerintem a 89-ben történt, amikor én 8-os voltam. Ha esküszöm, láthatatlanul imádom apádat, komolyan, én úgy pálinkáznék vele egyet, esküszöm, annyi sztorit hallottam már róla. Na majd, ha jössz jövőre a Kultfesztiválra, akkor fogsz pálinkázni. Esküszöm, muszáj lesz fel egyet pálinkáznom, imádom apádat. Igen, de azért legyünk őszintén, didaktikailag ez a módszer hagyott kívánni valót maga után, ugye? Hát igen.